Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásomra. Nagyon illusztris vendégem van, méghozzá hozzá Kalapács József. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Én is már készülünk egy ideje, hogy összehozzuk. Igen, 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 már többször beszéltük, csak mindig valami közbe jött valakinek. Hát figyelj, igazából, te tipikusan az a vendég, vagy ahol, akinek apropó se kellene az, hogy leüljünk és beszélgessük szerintem bármennyit kávé, de most azért van egy kerek apropónk is erre. Mindig van apropó. Igen, azért mondom, hogy mindig lenne. Figyelj, szerintem is a közepébe. Idén betöltöd a hatodik X-et. Bizony. Ez nekem az annyira hihetetlen. Néha nekem is. És ugye ennek kapcsán lesznek megmozdulások, meg, meg, lesznek tervek, ilyesmi. De én arra gondoltam, hogy ugye még, még először, amikor akartalak hívni tavaly, akkor az volt a, az ötletem, hogy az első szólalemezetről beszélgessünk egy kicsit, mert szerintem az egy kicsit kevesebb figyelmet kap, mint a többi. A kalapács, kalapács. Ja, 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 ja. Igen, azért is néztem ilyen furán, mert hogy nekem az annyira nem szóló lemez volt. Egyébként én azt ilyen nulladik hard lemeznek gondolom. Pont ezen gondolkodtam a Figyelj, tök jó, mert hogy igen, az kicsit az a dallamosabb, mondhatni aurasabb világ volt talán, vagy nem is tudom, mi a jó megfejtése erre. Sőt, szerző is összeír. Igen. <laughs> úgy, hogy... Szerinted miért van, van kicsit ilyen, ilyen így mellőzve az a úgy úgymond? Szerintem annyira nincs is mellőzve, mint amennyi. Csak egy érdekességként. Engem soha a büdös életben egyik rádió sem rotált. Egyik lemezemen sem. Egy pokolgép, ómen, kalapács, soha. Nem volt egyetlen egy dal sem. A legslágeresebbeket beleért, ami, ami rendesen rotációban ment volna a rádióban. Arról az albumról ment egy szám rotációban. Melyik? A próbaszerelem. Igen? Igen, az volt egy darabig, volt a nem tudom már melyik Rád, mik voltak akkoriban a népszerű rádiók, de valamelyik ilyen népszerű rádióba bekerült rotációba. Úgyhogy nem is annyira mellőzött volt, ez ilyen többször előfordult már az életem során, hogy önmagam konkurenciája voltam. Tehát, hogy tudod, mondják, hogy nem lehet egy seggel két lovat megülni, és én viszont nem szeretek csak egy dolgot meg, meg, csak, csak abban a skatujában, amit elvárnak, amit megszoktak, stb. És hát volt ez a kis, kis kaland, és akkor úgy gondoltam, hogy majd valamit csinálunk rá koncertet. Azért ahhoz, hogy egy lemezzel történjen valami, ahhoz azért kéne látni, hogy ez a projekt az valahogy működik. És képzel, nem tudtam magamnak egyszerűen így akkor koncertet kötni, mert hogy annyira működött az, ami ment mellette, már úgy értve, hogy maga a rockendról nem működött, de ahhoz képest az Omen ugye el, el, volt a maga vizeiben, és, és, így az önmagam konkurent. De ugyanez megvolt most, amikor a, a, hardot megalapítottuk, akkor még úgy, ahogy az elején az érdeklődés, hogy egy új dolog meg ezt, ezt az oldalamat, ezt nem annyira mutogattam, és eh, amikor már kardként eh, üzemeltünk, akkor úgy megvolt a szándék, hogy nagyon játszunk vele, és nem sikerült játszani, mert bármelyik fesztiválhoz oda mentem, akkor hát figyelj, ez a kard, ez nem, de a kalapácsra, tehát hogy És, eh, hát és érdés mond költségvetésileg, tehát csak olyan olcsón tudtam volna eladni a kardot, hogy hogy annyira nem ért volna meg egyszerűen elmenni játszani, viszont ö, azt meg nem tettem meg, hogy egy nap ugyanazon a bulin egyikkel is, másikkal is, hogy azért én is jól járjak. <laughs> Úgyhogy nem akartam magamat szétstrapálni. Jó, hát akkor majd, amikor megérik a közönség arra. Egyébként érdekes, hogy nagyon sokan mondják, hogy így szeretik, úgy szeretik, meg mit tudom. De valamikor, valamiért, amikor néha összehoztunk egy-egy bulit, akkor csak nem volt olyan látogatottsága, hogy hogy ettől, e, ettől a mondjuk fesztivál szervezők, vagy bármilyen szervezők kedvet kaptak volna, hogy, hogy csináljanak kart De mi lehet ennek az oka szerinted? Azért a akár a kalapács lemez, akár a hard lemezek, akár a kard lemezre, azért mindent lehet mondani, de azt nem, hogy az nincs igényesen jól összeszerkesztve, és ne legyenek rajta jó dalok. Nem, nem tudom, hát Isten igazából nem, szerintem sok, sokan nem is tudták, hogy abban én énekelek. rengeteg rengetegszer volt, hogy ha el, eljutottunk véletlenül valami fesztiválra, akkor hát te mit csinálsz itt Józsi, hát játszunk, ne nem vagy a programban. És akkor mondom, de akard. Ja, az te vagy. Tehát, hogy így nem tudják. Ez ugyanolyan, mint amikor, mit tudom, én már 20x éve nem voltam a pokolgépben, de ha sétáltam mondjuk a szigeten, akkor, akkor, Szia Józsi, megyünk hova? Én ma csak néző vagyok. Hát te, este a metársátorban. Az nem én vagyok, tudod, a pokolgépben már nem én vagyok az énekes egy ideje. Mondjuk azért ez egy ilyen nagy kereszt neked, nem? Tehát hogy nekem még ugye most is volt, kérdezte valaki a, a napokban, hogy lesz látok valamikor pokolgép? Hát nem tudom, Mert majd tud, úgy megnézném a kalapácsot. Hát mondom, az Kalapács most lesz. volt. kalapás most volt novemberben. És így, így, nem, nem igazán értette a dolgot. Azért érdekes ez, mert például pont valamelyik nap, amikor így, így fejbe elkezdtem készen az adásra, akkor nekem például az addig égesen dal így beugrott, és az is egy karddal. Nekem az egyik kedvencem tőled. A, amikor a, az 50 éves jubilami koncerten megjelent akkor még Hard néven, de már tulajdonképpen a kard tagság. Azért változtattam már nevet, mert egyszer annyira szapanopera volt már ott a, a megelőző idők, tudod, jövés-menés volt a zenekarban, kicserélődött mindenki, közben volt pár éva Björn Lodinnal, még Hard néven, és már úgy akartam, hogy akkor már legyen megkülönböztetve az, ami előtte volt. Lehet, hogy nem minden szempontból jó, hogy végre megszokták a Hardot erre <laughs> előjöttem a karddal, de amúgy meg jobban is tetszett, hogy mégiscsak magyar neve van, és akkor... A másik, amire rendre rácsodálkozom, hogy a Kalapács zenekar, a 22 éve megy, ugye jól mondom? 22, e 22, 22, 22, 22 éve, 22 éve, 22 22 éve 22 megy, mínusz kettő, tudod. I, igen, 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 az előző két évet nem számoljuk, szoktad mondani mindig, és hogy nem volt tagcsere például még sose, ugyanaz a felállás van. Isten igazából legesleg legelén volt egy ICPC tagcsere, de az még a lemez megelőzően. Tehát a dobosilag nem a, nem a Zsoltival kezdtük, de nagyon-nagyon de hamar kiderült, hogy, hogy inkább a Zsoltit hívnánk be a zenekarba, és tehát az elején mondjuk a, a, a legesleg első kalapács koncerteken, amikor még nem is volt gondolatban, hogy egyáltalán csinálunk majd lemezet. Először ez ilyen kísérő zenekarként alapult, hogy aha, ott van a, a, az az életmű, nem kell ahhoz már még lemezeket gyártani, majd ezzel így el, elhaknizok. Ahhoz képest egy pár készült azóta. Igen. Hát kedvet kaptak a fiúk, és hát elég kreatívak voltak. Mert hát most is egyébként szerintem, hogy megkérdezném bármelyik tagot, mindegyiknek van már a ládában, ládafiában egy pár elfekvő szöveg, vagy uh, zene, ami, ami szöveget kíván. És egyébként itt a, a, az utolsó párlameznél látom, hogy te is egyre aktívabb vagy szövegíróként. Én mindig aktív voltam egyébként, csak... Uh, csak talán bizonytalanabb voltam abban önmagam, hogy egyedül befejezem, mert, mert tudtam magamról, hogy én, én nekem aztán jöhetnek bármiféle határidővel, meg minden. Így. Néha rá nézek a dalokra, aztán tehát mit olyan van akusztika dalok is, vannak olyanok, amik már három vagy négy éve nálam vannak dalok, és mostanában lehet, hogy lesz belőle lemez. Hát nem, most már nem csak lehet, most már egész biztos, hogy idén meg lesz. Már csak az, hogy van egy ilyen elképzel a dátum, hogy, hogy mondjuk májusra felveszem a dalokat, már az ének részeket, mert úgy, ezek már annyit szöszögtek rajta, hogy szerintem már mindenki van cizellálva. Tehát, hogy föléneklem a dalokat a kicsinél, és mondjuk júniusra már meg is jelenhet akár. már jó régi a másik lemez, nem? Azt az, az, az számolom, hogy szerintem az már vagy négy, öt az, a, a, az eddig könnyebb volt az akusztikánál, mert eddig uh, arról volt szó, hogy feldolgozzuk az én életművem különböző Jó, dalait, igen, és most most viszont én vettem a fejembe, hogy hát lépjünk egyet följebb, még eddig nem csináltunk saját dalokat. Jö, Mi sőt, lenne, ha... Most teljesen új dalok lesznek. Nem való? teljesen, most is lesznek feldolgozás, kicsit más a koncepciója a dolognak. Tehát a, a saját életműből inkább csak... Um, kiválasztottam egy-két dalt, ami, ami úgy éreztem, hogy érdemes lenne át dolgozni egy kicsit a mézünkre. Most eleve azt is mondtam, hogy nem, nem, is, hogy az akusztika az nem feltétlenül akusztikust jelent, hanem inkább hangtant és hangzást. Hangzási lehetőségeket, stb. Úgyhogy Úgyhogy nem is, nem is, tehát kifejezetten azt mondtam, hogy ez első az legyen, hogy jó legyen. És nem pedig az, hogy mindenképpen akusztikus legyen az összes hangszer. Tehát, és így is lehet, tehát, hogy eléggé vegyes a, a hangulata így zeneileg. Viszont új dalokat kértem. És olyan új dalokat kértem, amik nem az én eddigi stílusaimhoz ragaszkodnak, hanem inkább, inkább ami, ami ebből a tagságból kibudjan, abból, abból a szemszögből nézze, hogy, 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 egy kicsit... Én mindig bajban vagyok egyébként a műfajok amúgy is, tehát azért sem szeretem a haskatójákat, mert még így a metált azt valahogy így meg tudom jegyezni, hogy meddig nevezhetnénk annak, bár ott is azért vannak kibe. De, de úgy alapvetően azt mondanám, hogy hogy én tök szeretem az olyan zenéket, amit mondjuk elénekelhetne akár a Horváth Charlie, akár a Balázs Fecó elénekelte volna szegény, vagy akár a, mit tudom, a Mark Nofler. Tehát, hogy vagy a Chris Rea. Szóval mindegy. Tehát, hogy ne, ne, Igen. ne rakjuk már bele, gyömöszöljük bele egy ö, műfaj is katujába, hanem ilyen, ilyen az orán ilyen például. Tehát, hogy mondjuk metálos dala nincsen nagyon, de azért, ha belegondolsz, egészen sok színű zenei világa van. Úgyhogy, úgyhogy ez volt a, a, az instrukció, és hát hál' Istennek fogékonyak voltak rá fiúk, úgyhogy e, ilyesmi. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész lemez bárki elénekelhetné, maximum a szövegek tekintetében nem biztos, hogy mindenki szívesen azonosul mindennel, ami, ami, ami belőlem jön, de, de azért sokan. Ugye a Világvégre lemeznél figyeltem fel egy-két szövegedre, mert láttam a Youtube-on valamelyik dalnál kommentet, hogy Á, jó lenne ez a dal, de a szöveg. Régen jobb volt a a szöveg, és úgy kíváncsi voltam, hogy mire gondolnak, és akkor néztem, hogy te vagy a szövegíró, és hogy utána rájöttem, hogy egyébként van egy annyira felismerető gondolatvilágod, Valószínűleg erre gondolsz most te is, nem? Hogy nem biztos, hogy bárki szívesen elénekelne te szövegedet? Ja, nem. Én is ö, láttam már ilyen kritikát egyébként. Hál' Istennek viszonylag elenyésző. Bár nyilván benne is Egy -egy. van, hogy a, ha a negatív kritikát azt azért kevesebben szokták. Vagy nem mindenkinél, de mondjuk az én esetemben ritkában veszem észre. De ö, azt gondolom, hogy. Ö, konkrétan én egy, 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 szöveget vettem észre, amit saj, sajnos az ilyen, hát hogy fogalmazom, nem akarok egyébként senkit megbántani, még az se, aki azt hiszi, hogy jó pofákat írt. <tosz> <tosz> de, de, pont, egy, pont egy, egy igazándiból mindenben sikertelen, nagyon rossz szövegeket és zenéket otthon fabrikáló srác követettel egy olyat, hogy így belekötözgetett a szövegekbe, és még, még olyat is írt, hogy, hogy rossz a prozódiája. Arra én eléggé ki, kifejezetten kényes vagyok. De. És és véletlenül pont ismertem a prozódiáját ennek a srácnak, tehát hogy egyetlen egy sornál sem talált el egyetlen egy ritmikát sem. Tehát hogy, e e <tosz> hogy azért mondom, hogy hogy e, e, azt mindig így meg kéne nézni, hogy, de, de az általában az ilyen hozzászólás szinten is, tehát hogy mondjuk vannak, akiket így kifejezetten kipécéznek ezek a nagyon trollkodni szerető e, figurák, és ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet nekem kritikát írni, mert én nálam gyönyörűen elférnek a kritikusok a, az oldalaimon, és általában egyébként, ha kritikát írnak, többnyire jó érzésű és építő kritikák fordulnak elő, de, de sajnos az, az vagy látom, hogy a, a, akik így szeretnek trollkodni, azoknál, hogyha bármelyiknél így lemennél a mélybe, és megnéznéd, hogy ki az, akkor nagyon komoly gondok vannak. Nagyon komoly önértékelési zavarral, nagyon komoly sikertelenséggel küzdő, nagyon komoly problémákkal ö, létező emberek szeretnek a legjobban mindenbe beletúrni. Együtt, és azt nyilvánosan, minél nyilvánosabban. Egyébként. Figyeled a, a kritikákat? Az akár pozitív, hát csak akár a saját, saját oldalim, mert ugye azt kezelem. Azt valamennyire kezelem, van segítségem is uh, benne, de, de azért amennyire lehetséges, akkor szoktam is kezelni. Uh, nem szoktam különösebben moderálni. Uh, Egy-kettő ilyen nagyon súlyos arcot azt uh, különösen a, a politikai adok-kapok, az nekem az nem odavaló. Tehát én a színpadról sem szoktam politizálni, én nekem sosem szoktam sem a zenészeimet megkérdezni, hogy kire szavaznak, sem a közönségemet nem szoktam ezzel zrikálni. Akartam, hogy nem is nagyon emlékszem ilyesen, pedig az elmúlt 20 pár évvel láttalak egy pár élőben, de nem, nem ilyen a színpadról. Voltak már olyan dolgok, amit a színpadról kellett egy kicsit rendbe tennem, hogy, hogy vegyék észre magukat, amikor elkezdett mondjuk a közönség valamiféle szélsőség felé elhajlani. Amivel nekem semmi bajom nincs, hogy ezt a saját körékben. Tehát ez van, egy fradi tábor csinálja a fradi táborban, egy bármilyen pártnak a tábora csinálja saját, de nem az én koncertem, Tehát... Azért a az életműved nagyon gazdag, nem csak a kalapács zenekar tekintetében, hanem mindenhogyan. És azon gondolkodom, hogy szerintem, amikor én először találkoztam a te neveddel, az Attila Isten Kargyarok operánál volt. Mert igen, tehát hogy én hamarabb ismertem az Attilát, mint a pokolgépet, ez érdekes. Lehet valakinek, de egyébként én gyerekként, hogy az Isten király után nekem adta magát, hogy az Attilába így elmélyüljek. És ott rögtön feltűnt az, hogy, hogy oda nagyon jó énekeseket válogattak össze az akkori, akkori rockzenei szintéről. Nem akarok nagyon rugózni, de csak hogy arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy emlékszel vissza arra az Attila korszakra? Hogy én nagyon élveztem. Tehát Isten igazából nekem ez volt az első olyan, hogy, hogy egy igazán komoly nagy színházi produkció. Én félműkedvelő dolgokban előfordultam, tehát kacérkodtam én így a zenés színházi világgal, de, de, ez volt az első, amikor tényleg az, hogy egy nagy kiállítású, komolyan megrendezett, nagy díszletekkel, látványjal, lovakkal, mit tudom én. Tehát, hát rengeteg kaland volt, tehát hogy azért, azért ez izgalmas időszak volt, hát, eleve iszonyatosan lestrapáltak minket, tehát itt ott ha, ezt kevesen tudják, tehát minden nap így szinte hajnal van, hát így 8 órakor kezdődtek a próbák, reggel 8-kor, és volt, amikor még éjjel egykor ott voltunk. Közben nekem koncertek is adottak, tehát hogy, tehát, hogy a, amikor így, így ez belecsúszott a hétvégébe ez a próbaidőszak, akkor volt olyan, hogy el kellett kéreckednem, lenyomtam a koncertet, azt másnap ugyanúgy mennem kellett hajnalban, tehát pedig hát azért tudod, főleg abban az időben, ott bizony reggelnél előbb nem nagyon értünk haza egy koncertről, úgyhogy már eleve koncertről mentem a próbára, és egy eléggé feszített időszak volt. Izgalmas volt, hogy próbáltak engem lovagolni, tanítani. Először azt mondták, hogy nem kell, tehát hogyha nem tudok lovagolni, nem, de ha véletlenül kéne, akkor kapok edzőtábort. Aztán elkezdődtek a, már a, a vége próbák, tehát amik már a helyszíni próbák voltak, és akkor kiderült, hogy az egyik jelenethez így mondta a Gábor, a Koltai Gábor, hogy hát nem fenséges az, hogy itt, hogy itt most Attila jön lovon, és mögötte meg a fiak így gyalog, az nem jó, lóra. De nem tudok, még mindig nem tanultam ám meglovagolni. És nem baj, kapsz sofőrt, jó. És ugye e, volt mind a három legény kapott, ugye a Rudáncsó volt meg a Bazári. Egyébként innen származik az Attila fiai társulatnak a neve. Azért Attila fiai. És Mind a hárman sofőrrel poroszkáltunk, és hát öö, az elég szerencsétlennek éreztem, tehát hogy Vikidál ugye elmegy saját maga a lován, mi meg, minket meg úgy vezetnek föl. De hát ott a próbán is volt, hogy azért ellovagolt mellettünk egy csapat hun. A sofőröm az meg éppen beszélgetett valakivel, ezért elengedte ott a lovamnak a kantárját. Az van, meg úgy gondolta, hogy hát ez itt nem ül annyira keményen a hátamon, hogy ne csináljak azt, amit akarok, és így elindult a izék után, a hunok után, egy csapat hasonszörű közégybe pattogott, én szó szerint így pattogtam a tetején teljesen ritmustalanul, és azt amikor utal értem őket, akkor utána megnyugodott a lovam, de addig én halálfélelmem volt. Úgyhogy húztam le a fejem a díszletek alatt, hogy ne verjem be a fejem, meg elég izgalmas volt. Ugye mondott, hogy innen származik az Attila fiai a neve, nekem meg a két fiamnak a neve, ugye ellák és dengezik, innen származik, tehát így. Na a... és csapat csak azért nem, mert nem lett, hogy a harmadik gyermek, de a bátyámat így hívják, úgyhogy igazából mind a hármat ki tudnám rakni a családból, ha akarnám. Ugye azért a 90-es években neked nagyon meghatározó volt a színház is, és a mai napig is az. Igen. Ha demonstrálod, most ezt demonstrálod, hogy ha, ha, ha magadban ézel és, és, belegondolsz, akkor hozzád melyik áll ténylegesen közelebb a rókénekesi szerep, vagy pedig a színház? Hasonlítottam, de nem is hiszem, hogy ezt nagyon mindig csak akkor tudtam elvállalni egyiket, meg a másikat, hogyha már nem volt elvállalva valami más. Úgyhogy hát amennyire időm van. Még mindig van egy csomó minden, amit nem csináltam meg, úgyhogy nem csak szerepben, hanem zenei ötletek terén is vannak olyan, olyan elképzelésem, amiket szívesen kipróbálnék megfelelő zenésztársakkal, akik mondjuk értenek ahhoz a zenei világhoz, mert nem, de nekem tetszik. <laughs> Például a szerepben mi van olyan, ami eddig nem nem volt meg, és mondjuk, úgy szívesen eljátszanád? Hát, most márból mindenképpen ki égtem, de a, a, a jézus Krisztus Superstarban én a júdást azt nagyon akartam volna. Így kicsikében voltam, tehát, hogy ilyen best-of-Broadway műsorokban egy-egy dalok megvoltak a egy egész szerepet nem. Úgyhogy, úgyhogy, az nem volt, meg azt kifejezetten. Meg ami még nekem nagyon-nagyon tetszett, és azt így nagyon el tudtam volna képzelni, az a Jekyll és Hyde van a címszerep. Ugye az nem is véletlen, hogy volt olyan lemez, amire amire így szinte beugrott, hogy, 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 az egyik dal az, az abba, abba egy kicsit sűrítsen bele ezt a Jekyll és Hyde, érzést. És ugye mondod ezt, hogy van olyan -e műfaj is, amit még nem próbálták ki. Na erre viszont nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, amit, amit úgy, úgy megcsinálnál szívesen? Ez, tehát nem annyira az én műfajom lenne ettől más, hanem az körülöttem zenei műfaj. Én is és igazából én régen kifejezetten nem nagyon szerettem az ilyen pitty zenei megközelítéseket, az ilyen elektronikusan. De, nem, de azért, mert nem is voltak jók. Ma, manapság viszont hallok olyan az, az egészen, egészen, ilyen lágy, meg zenéktől az egészen durvákig olyan elektrotechnikai műszerész bravúrokat, hogy tehát, hogy ilyen, 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 brutálisan jól hangzó, néha szép, néha nagyon kemény dolgokat, amiket egyszerűen nem lehet klasszikus ilyen analóg hangszerekkel létrehozni. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez így, így, beszélgetés szinten így, így karcolgatom, amikor találkozok olyan emberekkel, akikből kinézem, hogy hát ha konyít egy kicsit hozzá, de még nem, Találtam meg azt, azt az igazit, aki, aki őrült módon rá arra, hogy nézzük meg, mit tudunk együtt csinálni. De, de erre egyébként teljesen elkép, a tökéletes elképzelésem van a zenekar névtől a, a addig, hogy milyen, milyen számokat és milyen tartalmakat és milyen milyen feldolgozásokat? Mert a, a, arra gondoltam, hogy hogy azért a saját életműből is lenne olyan, amit át tudnék itt. Tehát ami, amit szeretnék egy kicsit keményebbé tenni, azt nagyon meg lehetne csinálni ebben a műfajban. Az nagyon érdekesen hangzik egyébként. De remélem, hogy találsz hozzá megfelelő társt, és ez elkészülhet egyszer. Hát, félj, még van időm, remélem sok. Hát, <laughs> hát még mi mennyire reméljük. Ugye? lesz kettő nagy jubilami koncerted, ugye lesz egy, egy színházas, illetve egy, egy zenekaros, úgymond. A, mit Mind válhatunk? a kettő zenekaros egyébként. Rosszul fogalmaztam igazad De ez nem is biztos, hogy mindenkinek annyira egyet, egyértelmű, mert hogy ugye színházkoncertként van apostrofálva. Az Erkel színházas az van június 12-én, és nem is baj, hogyha elmondjuk, hogy ez, azért egy rockzenekar kíséretében lesz, tehát hogy azért eléggé rockzenészeknek lehet hívni azokat, akik ott játszanak. Ráadásul bővített, tehát hogy az Attila fiai társulatnak a zenészei kicsikét azért megbővítve, tehát úgy többen lesznek hangszeresek, mint amennyien egyébként is. Vokálisták is lesznek, amik eddig külön vokálisták nem voltak ebben a projektben az még, az még gyűrődik, hogy most ez mennyire lesz szimfonikusokkal is kiegészítve. De az énekesek palettája is jelentősen bővülni fog, mivel ez még, még vannak olyan szálak, amik nincsenek elvarva. Úgyhogy ezt a teljes népsort inkább még annyira nem, de azért a, a a gerinc az megvan, tehát hogy a, a nagyferó, a varga, Miki, a Rudán, Csó, a bazári, jó magam. Az énekes nőket még nem sorolnám föl, mert az még, még zajlik, meg van egy nehéz, egy nagyon nehéz feladat, amire még, a, a, még nem, nem sikerült a végleges énekes nőt kitalálni aki rá is ér, és el is tudja énekelni. Úgyhogy, hogy lesznek, lesznek eléggé érdekes mutatványok, de ez egy rockzenei, tehát ez egy, egy rock koncert lesz, csak színházi díszletek között, színházi látványokkal tűzdelve, színházi körülmények, táncosok, stb. Tehát látom hogy te egyébként, hogy nagy dologra készül. Igen, igen, nyilván. Azért is bontottad két felé, mert hogy van két teljesen eltérő elképzelése. Meg, hogy ne, ne, repedjek meg. Tehát az 50-es az úgy volt, hogy az 50, 50 totál 30 metál, hogy, hogy ott nem volt külön színházi, viszont ott hat különböző projektemmel léptem föl és már a végén azt hittem, hogy belehalok. Tehát, hogy, és azért akkor mégiscsak egy tízessel fiatalabb voltam. Tehát, hogy, hogy így sem lesz azért rövidke a az egyik se. Mert ugye a Erkel színházas az egy két felvonásos buli lesz. A másik pedig, ami ugye nem színházkoncert, hanem a rock koncert, ott most nem lesz hat projekt, hanem lesz a kard, de a hard időszakkal együtt nyilván. Hardcard lesz az Omen, lesz kalapács, és lesz a pokolgépes időket megidéző totális metal projekt. Itt a lelkemre kötött a pár hallgatóm, ugye nekem a támogatók azok előre belelátnak, hogy kik, a, kik lesznek a vendégek, stb. És lelkemre kötött az egyik hallgatóm, hogy kérdezzem meg tőled, hogy nyilván azt, hogy ha akarsz válaszolni, ha nem, nem, hogy mi az az átidaltatlan ellentét a kukó és köztrom, miatt a kukót nem hívtad meg erre a bulira? Ez nem, nem úgy, hogy én nem hívtam meg, én már nagyon sokszor meghívtam őt, az a 50 30 Én tudom, hogy beszéltünk erről, csak hogy... Igen. Tehát az 50-30-ra is meghívtam, a válasz a szó szerint így kezdődött, hogy hogy képzeled Józsi. <gül> <gül> de a lényeg az, az, hogy nem csak ő nem akar, most már én sem. Tehát voltak olyan dolgok, olyan gyűrődések, amiket nem akarok megismételni rá, de főleg a születésnapomon amúgy is lesz elég a születésnapi buliaim, mind a kettőn lesz elég sok minden, mivel foglalkoznom, nem akarok még gyűrődni is pluszban. Tehát, hogy nincs semmi különös. Én bennem nincs a harag, meg én nem mordozgatok, nem én vagyok kettőn közül az, aki, aki képes évtizedekig hordozgatni tüskéket, és a végén már gerendáká válnak, de e, sőt, már nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a Gabinál nem már az e első kis szálka pillanatában már gerendának felfogott cipeli a hátán. Én nem, nem, akarok ezzel már gyűrődni. Tehát Megcsináljuk nélkül bulit. Én nem azt mondom, hogy nem hiányzik egy olyan dologból, ami ez nyilván van köze, és nem csak, hogy köze van hozzá, hanem, hanem komolyan benne volt a saját talentuma. Ebből nyilvánvaló, hogy hiányzik, de nekem meg nem hiányzik az, amit, amit vele együtt, ha egyáltalán elvállalná, de nem vállalná el, még kapnék a hátamra, tehát hogy nem nem akarom. Ennyi akkor a nyugalom többet ér neked. Persze, egyébként is már már sokkal több mindenben a nyugalmat keresem. Tehát, hogy... És ugye itt szintén ennek a koncertnek kapcsán merült fel egy olyan kérdés egy másik hallgatóban, hogy szerinted várható-e olyan, hogy mint ugye a pokolgép összeállások kapcsán ugyanilyen az O-Mennel is, ezen a bulin felül, akár egy minitúrnél, bármi ég. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem tudom. <laughs> Tényleg. A... Azt nem mondom, hogy nem, nincs, nincs csenek meg a gondolatok, csak itt annyi minden van egymásra rakódva, meg annyi minden van amúgy is, és annyi mindenre amúgy sincsen időm. Tehát sok függ attól, hogy, hogy be tudjuk-e valahova szorítani, hogy legyen legyenek ilyen plusz dolgok. Egyébként én szívem szerint csinálnék nem csak itthon, hanem szerte a magyar lakta területeken, de hogy ez mennyire fog megvalósulni, ez majd az idő. Egyébként előrevetítettem a következő kérdést, amit fel akartam tenni, hogy a, a, akár a Kalapács akár az egyéb projektekkel te rendszeresen jársz a határon túli magyar lakta területekre, hogy ez neked, ez neked kiemelten fontos, ugye? Jól érzem. Igen, persze. Mert hogy, sőt, hát szerintem olyan időszakban is mentetek ti a kalapáccsal is, meg a többi formációval is, amikor ugye nem nagyon volt az úgymond divat, hmm. idézzel betéve. Hogy miért, miért annyira fontos ez számodra? Hát mert azért, azért, tehát itt a, ha logisztikát nézzük, meg a többi egyebet nézzük, akkor azért itt az anyagi rész az elhanyagolható. Hát figyelj, az, azért az a, a leges-legelső kimenés, amikor arra még emlékszem, amikor először mentünk, akkor akkor amíg meg nem érkeztünk, így fokozatosan fogyott a kedvem. Tehát, hogy, hogy értünk, odaértünk, én az, már úgy éreztem, hogy ide, a püdös életben még egyszer be egy ilyen hosszú útra a buszba. Egyébként az most is bennem van, hogy ha, meg lehetne oldani, és rentábilisá lehet tenni valahogy, vagy ki lehet találni, ki lehet logisztikázni, hogy repülővel menjen az ember, akkor inkább. és egyszer-kétszer előfordult már, hogy repülővel mentünk, és akkor úgy, de nem egész zenekarral, csak ilyen kisebb projektnél. De am, amikor viszont megérkezel, akkor minden megváltozik. Tehát, hogy akkor onnantól fogva értelmet nyer, hogy miért ültél ennyit a, a buszban, meg minden, tehát ez biztos, hogy számít. A másik pedig az, hogy, hogy mi nem így kitalált így vagyunk, hogy most kitaláljuk, hogy akkor megtervezzük hogy kéne befutni meg ilyen hülyeségek, hanem mi játszunk, amit szeretünk, és megyünk, ahova hívnak. És oda hívnak. <laughs> arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy azért nagyon sok lemezen énekeltél a pályafutásod alatt. Nyilván adja magát a kérdés, hogy van -e olyan, amire kiemelten büszke vagy, illetve én arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan, amit ma már nem, vagy másképp énekelnél fel. Hát biztosan, mondjuk a feldolgozós ennek köszönhető, hogy egy kicsit az ember próbálkozik, hogy mást, más szint is adjon neki, de az nem feltétlenül a megtagadása a múltnak, hanem inkább az, hogy valami, valami hiányérzet miatt megpróbálja ezt a hiányt betölteni egy másik oldalról való megközelítéssel. A... De hogy mire a legbüszkébb az ember? A fene tudja <laughs> az egészre. Van, van egy-két dal, amit mit olyan úgy hoztak a körülmények, hogy valami rám lett erőltetve, hogy de az jó, az Józsi majd azt meglátod, és, és akkor így engedtem a nyomásnak, és akkor azóta is rosszul érzem magam, hogy azt mindig át kell ugrani, ha véletlenül azt a lemezt <laughs> ilyet, vagy hát, vagy nem ezt hallgatom. vagy? nekünk ilyet? Hát mondjuk, mondjuk a, a hátulról húzták meg című dalt, azt én nagyon utáltam, azt... Mm, nem is, semmi közöm nem is volt hozzá, nem is akartam, de az egész zenekar erősködött, hogy az milyen jó, és, és szerintem nem. <laughs> és, és, akkor ezért így nem, nem, szerettem. Mert ugye megint csak a 90-os kalapács lemezított eszembe, hogy emlékszem rá, hogy mikor először hallottam azt a lemezt, középiskolások voltunk, igen, akkor kezdtük a középiskolát, és volt egy, egy oszadásom, aki óriási... Neki minden, ami kalapács, az, az neki, neki kötelező volt. És ő mutatta nekem azt a lemezt, mert nem ismertem ugye akkor. És emlékszem, hogy a trágárja engem nagyon-nagyon megfogott, uh -huh. és hogy mindig reménykedtem, hogy egyszer előszeditek koncerten, tudod. Mert hogy a, a... Hogy is mondjam, hogy aki nem trágár, az most rógár, aki nem trágár, az nem lehet jófej. És hogy, szóval az még mindig tök aktuális. Igen, igen, de azóta én is elég trágár lettem. Mármilyen, hát mármilyen. Nem, többet káromkodok egyébként. Már, jó, de, hát... de a fene tudja, miért egy kicsit több, több, több ragadt rám valahogy az utóbbi időben. Egyébként egyre trágárabb a világ, tehát hogy most már, hogyha tévét bekapcsolsz, vagy... Tehát, hogy tényleg ömlik az emberekből. A gyerekek, hogy hát nem is tudom. Hogyha csak a, a saját legkisebbet meghallgatom, attól is néha tarajos dugrok. Hát figyelj, azért én sem, vagyok, én sem mindig vagyok cizellált ember, de múltkor a, a nagyobbik fia megeresztett az ilyen cifrakáromkodást, hogy így felakadt a szemünk a feleségül, mondom, ezt hol hallottad? Mire az volt a válasz a játszótéren. Tehát mondom, jó, oké, akkor ez nem, ez nem tőlem származik, ennek örülök, de azért, azért mondtam neki, hogy ezt lehetőleg ne használd ezt a kifejezést. A, kalapácsa, fú, most pedig megnéztem direkt, hogy hány ezt csináltatok, de nem keveset. Szerinted ott van még olyan, amit az a zenekarral nem csináltatok? Mire gondol? Figyelj, akár zeneileg, akár valami olyan projekt, ami eddig kimaradt, ugye csináltatok koncert DVD-t, felvettétek ugye újra az első merényletet, hogy ezzel a felássa, és is legyen egységesen mindenki által megcsinálva. Tehát, hogy van -e mondjuk valami olyan, ami a, akár kis a kikacsintás, akár valami olyan ö, kaliberű koncert, projekt, bármi, mm. amit szeretnék volna kikacsintásunk is volt, igaz, hogy az nem lett megörökítve, de mondjuk a kalapáccsal is csináltunk egy ilyen akusztikus-szerű koncertet egyetlen egyet egyszer. És ne, azt nem olyan módon csináltuk, hogy az akustikával hanem hanem egy kicsit ilyen, tehát hogy baromira nem hasonlítottak a, a nóták az eredetihez, tehát hogy, hogy kifejezetten ilyen, néha ilyen biljáidó feelingje volt, néha ilyen, tehát ilyen más, más lett nagyon. De érdekes, csak egyetlen egyszer csináltuk, pedig egyébként jó pofa volt, én élveztem, nagyon szórakoztató volt, de de egyébként a, 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 azért az az igazság, hogy az akusztika nem jött volna létre, ha, ha én nekem olyan könnyű lenne a kalapácszenekart bármibe belesodornom. Tehát ők annyira ragaszkodnak a saját útvonalukhoz, nem lehet őket eltéríteni. Tehát, hogy én már körülbelül négy vagy öt éve nyüstöltem őket, hogy akarok egy ilyen valahol, nem tudom, egy nyaralás közben hallottam valahol, hogy tudom én Görögország alsón egy, egy étteremben háttérzeneként ilyen valami helyi srác énekelt ilyen az ACDC-től a Black sabbath mindenfélét. Ilyen kicsit ilyen dallamosabb akustik közegben. És és nekem így tök bejött, hogy az hogy ilyen teljesen kellemes háttérzenének is, milyen jók ezek a dalok. És, és azért mégsem maradtak háttérbe, mert fölakadt a szemem azért néhány fordulatra. Úgyhogy gondoltam, hogy, hogy egy ilyesmit. És akkor mindig így mondtam a zenekarnak, aztán így nem, nem lett belőle semmi. És nem is lett volna, ugyanígy érleltem magamban, mint a, a, ahogy most ezt a ezt az elektromos metál gondolatot, amíg, amíg, egyszer egy ilyen házi bulin össze nem futottam tulajdonképpen a Závoti Zolival, meg a Csákvári Lacával, akik ott, ott, nem tudom, ilyen baráti társaságban dobozgitárral azért jutukat, meg Brian adams játszottak full hangosítás nélkül. <laughs> ilyen távortűzfélingben, feelingben, és hú, de jó hangulata van ezeknek. És akkor megkérdeztem, hogy nem, nem nézzük-e meg, hogy mi tudnánk együtt kezdeni. És akkor ebből lett az, a... először hárman is voltunk, tehát hogy hárman kezdtünk el játszani, aztán földagadt a csapat. Ezt mondtad, hogy előbb a 60-as koncert kapcsán nem kérdeztem meg egy fontos dolgot, hogy ezek képileg hangilag rögzítve lesznek? Ezek a bulik? Én tervezem, csinálom, hát szeretnék egy nagyon profi rögzítést, ez e ebbe az irányba elindult. Már a puhatolózás, tehát a, a legprofibb az lenne, hogyha ilyen tévéstábbal tudnám felvetetni rendesen, de ha nem, akkor fölvesszük a h tehát hogy így vagy úgy föl lesz véve. Csak, csak a legjobb lenne, hogy ez ilyen tévés rögzítésben kerülne. Illetve azon gondolkodtam még, hogy ugye ti, ti a, a Joe-val, Rudán Joe-val legendásan jóba vagytok, jártok közösen koncertezni, ugye az akusztikus formációval. Nem gondolkoztatok még sose az hogy csináltak egy közös lemezt egyszer? Dehogy nem. <síns> <g hardcore> mert, hogy, hogy ez, figyelj, ez szerintem az annyi mindenkinek, annyi mindenkinek Tudom, felmérni ez is mondautam. válaszolni. Soha, ez is csak azért nincs meg még, mert még egyelőre nem volt rá időnk, meg egyébként az utóbbi években a Joe is olyan hihetetlenül termékeny lett, tehát hogy ontja a dalokat, meg igen. nem. És, és uh, tulajdonképpen őnek is, Isten igazából most arra mondhatjuk azt, hogy most már tényleg kialakult a, a most már úgy néz ki végleges uh, felállású Rudán Band. Egyébként közösen játszunk velük is, meg ők, a Joe is lesz velünk a kalapácsra most idén nyáron is, tehát jövünk, megyünk egymás koncertjeire, illetve akusztikusan is leszünk a Joe-val együtt, meg minden, kicsi, kicsi akusztikusan is, meg a teljes zenekarral is, tehát hogy, ahogy ez szokott lenni, de már egy ideje beszélgetjük, és Isten igazából a koncepció is meg van beszélve olyan értelemben, hogy nem ugyanúgy szeretném, ahogy a Joe szokta a saját lemezeit, hogy ő az összes az életművét valaha érintett zenészek írják a dalokat, hanem én konkrétan egy vagy maximum kettő szerzőre gondolok. És azt úgy gondolnám, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor, akkor arra külön egy projekt szerveződne azzal az egy-két szerzővel és hát köré rakni ilyen session zenészeket, és akkor megcsinálni egy rendesen egy turnéját is ennek. Mert egyébként onnan jött ez a gondolat most nekem, hogy hallgattam valamelyik nap a joe a legutóbbi lemezét, és hogy oda írta szöveget. Igen. És aznak nekem az egyik kedvenc dalom a lemezről, és így tökre elképzeltem, hogy egy ilyen hardrokos projektet milyen jól tudnak csinálni ketten. Tehát, hogy, hogy, nem is metál, mert ugye most nyilván tehát két expokolgép énekestől mit várna a hallgató? Metált. Tehát tök jó csavart lehetne ebbe belevinni. De hát ezt nyilván tudjátok ti is, tehát hogy nem akarok ilyen semmit megmondani, meg semmi és minden a szőnyek széléről, a partjelzés, partjelzők. Azt kelyencsét. gondolom, hogy ha mi csinálnánk közös lemezt, ami azért egyébként teljesen rátapintottál, mert ennek azért ott vagyunk a kapujában. Tehát ez már nem is olyan nagyon távlati terv, hogy, hogy mi fogunk egy ilyen albumot csinálni. Már azok a plusz emberek is tudnak róla, akik szeretnének ebben Na. És tehát, hogyha ak akkor azért ott nem lesz békjóba kötve az irány, hogy tehát ö, azt gondolom, hogy maguk a, a közreműködők miatt is ez inkább, inkább ehhez a hardrokos vonalhoz lesz közelebb, de hogyha véletlenül eldördül egy-két metárif, az, az azért nem lesz azt mondva, hogy akkor ez ne legyen, hanem, hanem akkor az lesz. Tehát, hogy bele, így van. A másik, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy azért ez a 60-as egy szép szám és tudom, hogy mivel ezer dolgot csinálsz, és oké, nem volt ez a két év, azért akkor is megtaláltam a módját, hogy lekösd nogad, de most a Jónak is született egy nagyon jó könyvete, nem gondolta erre sose? Én már nagyon régóta gondolkozok rajta, de még nem értem egy sort se. Ne? És egy kicsit meg is riadtam attól, hogy a Jónál is ez ilyen több, mint négy évi készült. Úgyhogy akkor majd a 65-re, nem? Ne, nem hinném, hogy uh, nyilván ez azért is készült ennyire sokáig. Nem is egyedül uh, írta. Um, nyilván aki írta, ugye a Szentesi Zöldi uh, László, uh, ő sem mindig csak ezzel tudott foglalkozni. Ugye nekik akkor mindig össze kellett jönni. stb. Én ezt Fejben úgy képzelem, aztán nem biztos, hogy így lesz, de úgy képzelem, hogy külsőssel egy részét íratnám meg a, a, az albumnak, hogy bárki, akivel beszélgetni lehet, és riportot csinálni egy könyv kapcsán, azokat ne én csináljam, mert arra nem érek rá, hogy mindenkivel beszélgetsek. Persze. Meg mit tudom én, én maximum azokkal fogok beszélgetni, és azok nem a lejegyzés miatt, hanem azért, hogy eszembe jusson hogy vannak, vannak homályos területek, és most itt nem ilyen pejoratívan homályos, tehát ami úgy, mit tudom a kevésbé szomjúság miatt felejtődött el, hanem, hanem tényleg vannak olyan időszakok, amik egy, egy kicsit ilyen kevésbé vannak meg a fejemben, hogy, hogy, hogy ott precíz legyen, mert a Joe mesélte, hogy ő neki az a szerencse, hogy ő mindent följegyzett. Tehát ő, ő őtól, neki, hogyha valaki azt mondta, hogy a még már egyébként is. Tehát, hogy neki megvannak ezek a régi naplói, ő, ő mindig szervezte a saját bulijait, én, én, meg azt se tudtam, hogy hogy kerültem oda néha, bárhova. Tehát, hogy nem, nem voltam a koncertjeimnek a szervezője, meg ilyenek. A Joe az meg mindig így, és meg, meg voltak a régi napló, és ő, 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 látta, hogy izé Miskolcon játszott mint a 84 akár hanyadik, akármelyik hónap akár hanyadikán. Én nekem ilyenek nincsenek meg. Tehát, tehát ilyen lexikális adataim nincsenek. Foszlányaim vannak, egy-két story meg mit tudom én. Tehát ez e, inkább azt mondom, hogy, hogy én már arra is gondoltam, hogy regényben is gondolkoztam. Fiktív nevekkel, fiktív helyszínekkel csak a sok sztorit valahogy beleönteni. De az még nagyobb feladat lenne, rájöttem. Úgyhogy, úgyhogy nem, megpróbálok amennyire lehet hű lenni a, a folyamathoz. E, és ugye Joe is mondta, hogy ő neki nem volt szándéka, hogy bárkit megsértsen meg minden. Nyilván én sem akarok minden áron mindenkit megsérteni, de az biztos, hogy csak akkor van értelme megírni a könyvet, mint ahogy ez azért a nál is kitapintató volt, hogy, hogy időnként kénytelen volt azért mások szemszögéből nézve akár sértőnek tűnő dolgokat is megírni, egyszerűen azért, hogy az őszintét írhassa meg, ne, ne pedig azért ne, ne legyen benne magam miatt is, mert hogy a leginkább a, a terápiát keresi az ember ebben, hogy átgondolom, meggondolom, visszaemlékszem, le tudom, kimondom, biztos lesznek olyanok, amiket nem mondtam mindenkinek el, aki, aki, akinek el kellett volna adott is esetben mondani, biztos lesznek olyan dolgok, amikor amikor esetleg nem kértem éppen bocsánatot valakitől, pedig meg kellett volna tenni. E, nyilván lesznek benne, ilyenek is, olyanok is, tehát abszolút belefér a me a kulpázástól az odamondogatásig minden, ami, ami éppen eszembe jut. És hát persze a sztorik, abból meg volt egy csomó, nem én csináltam a sztorikat, én általában elszenvedője vagy élvezője voltam ezeknek a, a sztoriknak, mert uh, valahogy mindig ilyen olyan, olyan zenészekkel hozott össze a sor, meg inniuk se kellett ahhoz, hogy botrány hősök legyenek. De ha még ráadásul erre rájtak, akkor aztán elszabadult a pokol nagyon-nagyon sokszor. Mert. Uh... Pont a Joe könyve kapcsán merült az fel bennem, hogy amúgy nagyon elolvasnék egy kalapács könyvet, és pont azért, amit te is mondasz, hogy megvan benne a, a nyers szó kimondójára, de ugyanakkor elképesztően olyan reflexzív, és hogy tőled is kb. egy ilyet várnék el, úgymond, hogy, hogy akár egyszer beszélgettünk, szoba került bármi, és mondjuk, ha valami olyan dolog került szoba, ahol mondjuk akár lehet, hogy neked is van felelősséged, a soha nem kendőzted el. És hogy pont a múltkor, amikor Esztergomban beszélgettünk bulikról, nézőszámokról, hogy ette meg a Covid a zeneipart, stb., akkor gondolkodtam majd, hogy na hát, Ebbe a felfogásba egy egész könyvet elolvasnék, mert hogy, hogy pont ez hiányzik sokszor, ugye sok öntöményezés, meg a sok felesleges dolog helyett. És ugye... Egyébként ez van, hogy Zsó, a, 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 nem olvastam el az egész könyvet, csak bele, -bele olvasgattam még egy előre, de iszonyatosan benne van a Joe. És ezt én, én amióta gondolkozom könyvekről, arról, hogy könyvírás, azóta egy nézegetem nagy világsztárok, színészek, rock előadók, stb. És, és nagyon sok a kamu. Fú, ugye én nagyon kevés olyan van, amire jó szívvel emlékszem vissza, pedig rengeteget olvastam. Szóval, ami magyar nyelven megjelent, nem azt mondom, hogy mindet, de mondjuk ugye a 70%-át biztos, hogy olvastam valamilyen formában, és vannak tök jók, mondjuk a Rob Helford könyve tök jó, hogy ah, az aztán tényleg ő Bevállalja. Igen, bevállal mindent. De például van olyan is, amit elolvastam, aranyos volt, de nem vagy még egyszer nem olvastam, újra, annak se elolvastam. De, igen, tehát a, a kamuzasban is rengeteg volt, hogy ott a Bruce Dickinson könyvemben, mondjuk az Iron Maiden van szó. Viszont mellette meg olyan sztorik vannak benne, mint a Szarajavói koncert, stb., amit meg nagyon megérte elolvasni. És hogy pont ugye ez lenne. Nyilván most írsz egy könyvet, akkor mindenki kíváncsi lenne benne a pokolgépre, az ómerre, a zoomára, stb. De egyébként mellette meg annyi minden van, csak most itt ebbe a szűk egy órába is, amiről beszélgettünk, hát olyan dolgok kerültek elő, hogy én is azért kérdeztem az Attillát, mert hogy arról mindig kevés szó esik, de engem meg tökre érdekelt, ja, A színházi de. világban is egyébként hihetetlen dolgok vannak. Tehát mondjuk lehet, hogy pont a Joe könyvében talán említettem mondjuk a Joe-nak egy ilyen színházi jelenlétét, illetve nem jelenlétét. <gül> <gül> igen, igen, volt egy ilyen menő. Volt, volt, bele egy pár uh, gríz, amikor így uh, ő kifociszta magát azért ott, a, a Tehát nagyon-nagyon a... nagyon, nagyon komoly, komoly dolgokból sikerült ő neki ott, uh, ott kifociznia magát, úgy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy uh, én, én ott hallottam folyamatosan a, az egész rendezőktől, szerzők, mindenki, hogy hú, ő lesz az ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy nagyon komoly tervek voltak a joe és hát azt, azok a komoly tervek aztán dugába döltek, és nagyon-nagyon hosszú évek teltek el, mire rehabilitálta magát. És az durva, hogy az annyira ösztönben benne van a könyvben, tudod, hogy így sokszor csak így, így elkerekítettem, szóval, hogy oké, okay, én ezt tudom, de hogy mondjuk ez így le is van írva, tudod, az az így meredek volt. És ö, egy dologra vagyok még nagyon kíváncsi, hogy ö, neked egyébként, szerinted, ki a, a, vagy kik a legfőbb zenei hatásaid manapság? Te, ha mondjuk szabadidődben van lehetőséged zenét hallgatni, vagy akár könyvet olvasni, vagy filmet nézni, már amennyi szabadidőd, ugye nyilván van ennyi zenekar, meg, meg színház, meg egyéb projekt mellett, akkor mondjuk ki az, akit, akit szívesen raksz játszóba és hallgatod meg? Hát ez a klasszikus lejátszó, ez egyébként annyira nincs. <laughs> már Spotify van. Azt lehet, hogy föl kéne ütni, meglepődnénk. Ja, de az a baj, hogy keveredik, mert hogy ugyanazt a Igen. platformot használja a kislányom, és egy teljesen más zenei ízléssel. Egyébként simán elképzelhető, hogy néhányan azért elcsodálkoznának, hogyha mondjuk megnéznék a YouTube <laughs> népszerűségi listámat is, mert hogy nyilván azt, azt sem én nézegetem csupán. Úgyhogy uh, uh, én elsősorban magyar és abban nagyon-nagyon széles, hiszen a, az én rámható első zenei világ az a fesztiválok kora volt, tehát én még abban a korban gyerekeskedtem, amikor táncdalfesztiválok voltak. És én, én rám a, a hatott a Kós Jánostól kezdve, jó, az aracky kevésbé valamiért az, az, az kilógott az én komfortzónámból, de az alatt na is arolta nagyon, a Kovács Kati nagyon. Itt amin, mondjuk a konzsuzsa kevésbé, tehát hogy ebből a, a, a érából ők, és aztán utána a, így, a, így a, az általános iskola vége felé kezdtem el így észrevenni, hogy van más is, és és amikor már szakközépiskolás elsős voltam, akkor már, akkor már nem akartam táncos szórakozó helyekre menni. <laughs> és akkor kezdtem el növeszteni a hajam, meg szűkíteni a nadrágom, és ez elég sok ellenérzés volt így családilag körülöttem ezek miatt. Úgyhogy tulajdonképpen onnantól fogva a P-mobil, a Beatrice, a Korál, a Hobo Blues Band, ezek voltak a legfontosabb hatások. És aztán folyamatosan ilyen, ilyen véletlenül iszonyat mennyiségű zene. Azt se tudom némelyikről, hogy ki a, a szerzője, de mit nézel egy filmet, és hallasz benne valamit, hogy ilyet még nem is hallottam, és akkor mi ez? Egyébként annyit elárulok, hogy ez az elektromos megközelítés, az, az egyébként itt született. Volt egy ilyen Álom háború című film. Á, igen, igen, igen. És abban volt egy ilyen Korn Skrillex zene, ahol, ahol, ilyen... Tehát azt vettem észre, hogy hallgatom a zenét, és csikorgatom a fogamat. <laughs> és, és már a mai metáloktól legyen a legdurvább hardcore. Nem csikorgatom. Tehát, hogy nincs, nincs, az, a, az a keménység benne, hogy szétvett az erő, és összetörnék minden magam körül. Hanem, hanem á, á, á. Olyan békés lett a, a metálvilág. Ugyanazok, amiket régen marra keménynek gondoltam, már nem olyan kemények. És nem az mondom, hogy minden áron, tehát nem akarok a Bazsák utcába bekerülni, hogy, hogy minden áron megpróbálni, minél keményebbet csinálni. Ugyanazokkal az eszközökkel nyilván nem is lehet. Viszont itt megjelent egy olyan eszköztár, hogy Istenem, miért nem értek hozzá. Tehát, hogy annyira jó lenne, ha tudnám, hogy hogy kell csinálni. Én csak el tudom képzelni, hogy minek kéne megszólalni, de hát ezt ez, le is kéne tudni valakinek játszani ezekkel az eszközökkel. Igen, ja. igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért, tehát, hogyha ezt így meghallgatod, mondjuk ezt a, ezt a világot, az már és, és akkor ehhez ez még azóta még, még durvább egyébként nem csak heavy metal megközelítésű vagy nu no metal megközelítésű zenekarok, hanem pop előadóknál is használnak olyan elektronikus ö, dolgokat, ami tehát ugye régen a metal az keményebb volt minden tánzenénél most meg vannak olyan pop kategóriába tartozó ö, dalok, amiknek a kíséreteiben néha akkora odaveréseket hallasz, hogy olyat egyik heavy metal zenekar sem tud. Ö, miért nem? <laughs> miért nem? Itthon Magyarországon láttam már egy pár zenekart, akinél egyébként megjelent ez az elektronikai törekvés. Nevek nélkül mondanám, hogy, hogy ö, csekéke erővel. Tehát szerintem, hogyha használsz valamit, akkor azt használd telitorokból. Tehát, hogy, hogy vegyem észre, ne csak lássam, hogy van a színpadon valaki, aki elektronikai műszerész, hanem vegyem észre, hogy, hogy itt most, most történ, történik valami. E, nyugodtan föl lehet vállalni, mert jó lesz, mert baromira megszólal, Iszre, a dinamikák vannak. Tehát tulajdonképpen egy olyan fajta dinamikát én mindig is szerettem, hogyha nagyon nagy amplitudóval változnak, és ezt viszonylag kevesen csinálják ma is, hogy a kirívó példa ami nagyon nagyon jó, az nekem nagyon tetszik, ahogy például a leanderék tudnak a nagyon nagy csend után szétverni mindent. Iszonyat azt nagyon szeretem az ilyet. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és pont ezért remélem, hogy a másik műsoromban is eljössz egyszer az Agy a zenei hatásokra, meg ilyenekről beszélgetünk. Agy <laughs> Igen, igen, majdnem, majdnem. A leírásban, a hallgatóknak mondom, a leírásban oda fogom tenni mindkét jubilami koncertnek az eseményét, és hogy remélem, hogy sok mindenkivel fogunk ott találkozni. Én biztos, hogy ott leszek mind a kettőn. Illetve azt is ott van, az is ott lesz, hogy a Józsit hol tudjátok követni a közösségi oldalakon. Hallgassatok minket jövő héten, és ha szeretnétek a műsor támogatni, akkor a leírásban ehhez is ott van minden info. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Hello, sziasztok!